tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon szép napon. Polgármester úr megbízásából, mint a képviselőtestület egyik tagja, engem bízott meg azzal, hogy képviseljem a önkormányzatunkat és polgármester urat ezen a rendezvényünkön. Gyakorlatilag a házasság hete rendezvény sorozatnak egy része ez a mai rendezvényünk, ami azt a nevet viseli, hogy az Almóti házasok és családok nótaestje. Mielőtt elkezdeném elmondani, hogy mit jelent ez a mai rendezvény, először is nagyon nagy tisztelettel köszöntök minden olyan házaspárt, aki évfordulót ünnepel ebben az évben. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Orosz Ferenc alpolgármester urat és Szarka Tamás jegyző urat, megtiszteltek jelenlétükkel. Természetesen mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és kívánom, hogy mindenki érezze nagyon-nagyon jól magát ezen a mi kis nóta estünkön. 2009-ben indult el útjára ez a rendezvény sorozat, ez a házasság hete elnevezésű rendezvény sorozat, és hogyha visszaemlékszünk, akkor 2011-ben Arnót község úgy vett részt ebben a rendezvény sorozatban, hogy a kerek évfordulót ünneplő házaspárokat megindítottuk az evangélikus templomba, és aki ezt igényelte, akkor papi áldással úgymond megerősítették azt az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, és volt, aki már 60 évet, amit együtt eltöltöttek a házastársukkal. A 5 év eltelt, tehát most már aki úgy igényelte, vagy szerette volna, hogy részt vegyen egy ilyen rendezvényen, azoknak lehetőséget biztosítottunk 5 éven keresztül. Most véget ért ez az 5 év, és úgy döntöttünk, hogy most egy kicsit újítunk. Maradunk a család, a gyerekek, a házasság környékén, és egy ilyen családias jellegű nótaesttel szeretnénk köszönteni az évfordulós házaspárokat, és mindenkit, aki úgy érzi, hogy egy kicsit neki fontos ez a családiasság, a házasság. Tavaly, ha jól visszaemlékszünk, a házasság hete rendezvény keretén belül megrendezésre került Arnóton a második megyei vőfé találkozó. Na most ugye ott egy ilyen kis lakodalmas jellegű dologgal próbáltuk volna szórakoztatni a falu közönségét, és ezen a rendezvényünkön részt vett az országos, illetve megyei rendezvények sorában a megyei álompár, megválasztott álompár, fiatal pár, akik akkor még jegyesek voltak. Csak érdekességként mondom el, hogy annyira megtetszett nekik a mi kis községünk, a mi kis akászlombos falunk, hogy úgy döntöttek, hogy nyáron, amikor ténylegesen sor került a házasságkötésre, az Arnóti templomban, Arnóti katolikus templomban kötöttek házasságot. A magyar kormány az utóbbi időben nagyon sok olyan rendelkezést hozott, ami a családok, a házasság, a gyerekekkel kapcsolatos kedvezményeket, intézkedéseket mutatja. Természetesen ehhez önkormányzatunk is csatlakozott, hiszen nekünk is nagyon fontosak az Arnóton élő családok, gyerekek, idősek, és ezt érzi is a lakosság, hogy mindig hozunk újabb és újabb intézkedést ezzel kapcsolatban. Aki még nem tudja, csak információként szeretném elmondani, hogy az elmúlt évben döntött az önkormányzatunk arról, hogy az Arnóton házasságot kötő fiatal párok, fiatal házasulandók
10.000 forintos támogatásban részesülnek, és természetesen így próbáljuk útjukra indítani az Arnóti fiatal házasokat, illetve 10.000 forintot kap önkormányzatunktól az a csecsemő, aki elsőként érkezik a családba, és ezzel is egy kicsit ugye a családoknak az anyagi, nem nagyon tudjuk, de egy kicsit a családoknak az indulását próbáljuk segíteni. Említettem, hogy országos rendezvénysorozat, mindenféle támogatás megkapunk ehhez a gyakorlathoz. És itt szeretném elmondani és meg is köszönni az Óvoda Arnóti Óvisokért Alapítványnak a támogatását. Egy kicsit muszáj vagyok segítséget kérni a papírról, mert annyira hosszú, hogy ezt én felből nem tudom elmondani. Tehát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató, és a Család Ifjúsági és Népesedés Politikai Intézet, mint pályázat kezelő által kiírt pályázaton az Arnóti Óvisokért Alapítvány pályázatot nyújtott be, és ennek keretén belül a Családbarát Ország 2015 címmel kiírt pályázatra sikeresen pályázott a CBO 15A230.056 számú pályázaton családdal a gyermekeinkért 600.000 forint pályázati összeget sikerült elnyerni, és erre a rendezvényünkre, ezt már korábban terveztük, erre a rendezvényünkre ebből az összegből az alapítvány 50.000 forinttal támogatja ezt a mai kis családias rendezvényünket. Ha már itt vagyok és beszélhetek mindenkihez, aki érdeklődéssel figyeli ezt az eseményünket, két közelgő rendezvényünkre szeretném felhívni a figyelmet, és megkérni az itt ülőket, illetve a Kábel TV-t nézők figyelmét is, hogy szóljanak az ismerősöknek, szóljanak a szomszédoknak, a barátoknak, hogy jöjjenek el február 22-én délután. Lesz az legközelebbi rendezvényünk, erre mindenki értesítést kapott, egyébként benne van a postaládában is. Helytörténeti előadás sorozatot indítottunk, az első sorozat, első előadás volt az első világháborúval kapcsolatos ismeretek, és ahogyan ezt érintette községünket. A második egy színház történeti, nagyon érdekes előadás volt, egy volt Arnóton tanító pedagógus előadásában hallhattak színháztörténeti érdekességeket, Mikuta Gábor jóvoltából, és nyilván, hogy a környezetünket érintő Miskolccal kapcsolatos és környékünkkel kapcsolatos érdekességek hangzottak el, és a legközelebbi, tehát a február 22-i délutáni előadás pedig a Horthy korszak időszakát öleli fel, ezzel kapcsolatban egy egyetemi előadónk lesz, illetve arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ha valakinek van ezzel kapcsolatos régi fényképe, vagy valami olyan dokumentum, ami ebben az időszakban keletkezett, akár egy iskolai kép, én már most éppen nem régen kaptam egy 1920-as években fényképezett katolikus iskolai tanulókról egy csoportképet, Arnótiak vannak rajta, tehát hogyha valakinek ilyen érdekes dokumentuma van, akkor hozzá el magával erre az előadásra, mi beszkenneljük és visszaadjuk, tehát nem fogjuk elvenni senkitől. Ezek a meghívók egyébként a bejáratnál az asztalon megtalálhatóak, illetve már korábban is kaptunk ilyen fényképeket, ilyen régi fényképeket, lehet benne egy kicsit lapozgatni, akik most itt jelen vannak, hogy ne talán zár esetleg rokonokra vagy ismerősökre akadunk ezeken a régi fényképeken. A következő március 8-án, most már hagyományjá nőtte ki magát, március 8-án szeretnénk megünnepelni a nőnapot közösen az Arnóti hölgyekkel,
és akár urakkal is természetesen mindenkit szeretettel várunk ide a művelődési házba. Délelőtt 10:30-kor a postától indul a nőnapi futás, ott virággal kedveskedünk a részevőknek, férfiak, nők, gyerekek, bárki, aki részt vesz ezen a jó kis futáson, nem kell messzire menni, nem kell sokat futni. Délután pedig itt találkozunk, egy nagyon hangulatos, zenés, verses műsorral várjuk szeretettel a nőnapra mindenkit, aki megtiszteli jelenlétével ezt a rendezvényünket. Énekelnék egy pár nosztalgia táncdalt, mégpedig annak tiszteletére, hogy ugye a házasság hetét ünnepeljük, illetve a házasságot szeretnénk minél nagyobb körben népszerűsíteni, úgyhogy egy pár szerelmes táncdalt szeretnék. Biztos lesz ismerős dal az elhangzottak között, úgyhogy szeretném, hogyha önök is énekelnének velem. Aztán utána majd a Lajossal megpróbálunk egy pár magyar nótát, de az önök közreműködésével szeretnénk azt is elénekelni, úgyhogy reméljük, hogy sikerülni fog ez az egész. Úgyhogy jó szórakozást kívánok! Ezred éves talán a szerelem, egyeseknek talán veszedelem, mégsem menni, máj sem a divat múlva. Mégis, hogy valaki oda legyen, kell, hogy erre neki oka legyen. Yeah.
régi ház. És most újra viszont látlak téged, azóta már hány éve száll, mint hogy állt volna itt a szélen, s a szellőnyéből más nem jár. Éreznem kell még az érintéseimét, nem öleli a bőröm más, és szíved oppad, mélyében loppad egy ismerős pillantás.
minden napján láttalak meg éget. Rövid volt a szobjár, kilátszott a térdje. Lementél előtte, én mentem utána. Hajni kiesett a két szemem, szem a palmán. Jeles napóta a házunk tetején megjelent a bugyó, tetszik ott a telepel a gólya, szidom az anyádat, miért hart a hét rövidre a
Thank you.
vagyok, nézd a moskátot az ablakban. Ő is neked örül. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik. Varga Lajos művész úr gondoskodik nekünk a további jó hangulatról.